December 22-én tartotta karácsonyi ünnepségét a Pápai Endre Általános Iskola diák otthona. A rendezvény rendhagyó módon külső helyszínen a Kelemenházban volt. Ez a délután mind a négy gyermek otthon ünnepségét jelenti, ugyanis négy lakóotthonnal rendelkezünk, kettő az intézményben, kettő pedig kint a városban, külső helyszínen. Ezt követően majd mindenki utána a saját kis lakóhelyén fog ünnepelni. Ez most egy közös alkalom arra, hogy a négy lakóotthon együtt gyerekekkel, dolgozókkal, nevelőkkel egy kicsit együtt ünnepeljen, hangolódjon a karácsony ünnepére. Meg szeretném említeni Felmérai Szilárd urat, aki évek óta támogatja intézményünket, nem csak a gyermekotthonunkat, hanem az összintézményt, illetve a Makói Fidelitas szervezete, akit ki tudok emelni, ugyanis ők most az idén úgy gondolták, hogy az intézményünket, a Pápai Endre tagintézményt támogatják egy kis adománnyal, tartós élelmiszerrel, édességgel, tisztító vegyszerekkel, amire szüksége van a lakóotthonnak. Az összegyűlt adományokat ezen a találkozón adták át ünnepélyes keretek között. A Makói Fidesz alapszervezete, illetve a Makói Fidelitas mindenképpen fontosnak érezte, hogy így a karácsony ünnepek közelettével kicsit fokozottabban vállaljon közösséget embertársai révén, és kicsit próbáljunk hozzájárulni azon embertársaink karácsonyához, akiknek anyagi helyzetük, illetve szociális helyzetük nehézé teszi, hogy ezt az ünnepet teljességében éljék meg. Ezért a Makói Fidesz alapszervezete, illetve a Fidelitas egyfajta adománygyűjtést hirdetett, amelynek keretében Makón, a makói polgárokat megszólítva gyűjtöttünk adományokat. Az adományok kapcsán az igazgatóasszonnyal egyeztetve mindenképpen olyan felajánlásokat próbáltunk megfogalmazni, amelyek az itt lakó diákotthonban élő gyermekek mindennapjait könnyebbé teszik, ezért mi tartós élelmiszert, illetve tisztálkodási szereket gyűjtöttünk, illetve ehhez kapcsolatosan fogadtunk el segítséget. Ennek eredményeképpen a mai rendezvény keretében egy közel 80 000 forintos összértékű adományt sikerült átnyújtani a diákotthon lakóinak. A diákotthon lakóin kívül gyűjtöttek az ember legjobb barátjának, a kutyáknak is. Meghirdettünk a makói gyepmesteri telep gazdátlan kutyáinak is egy adománygyűjtést. Ennek keretében a Makón működő hobbi állateleboltokba raktunk ki adománygyűjtő dobozokat. Ezeknek az adományoknak az összegyűjtése a holnapi nap folyamán fog megvalósulni, illetve karácsonykor fogjuk ezeket az adományokat a gyepmesteri telep vezetőjének átadni. Itt is előreláthatólag eddig közel 50 000 forintba gyűjtöttünk össze az állatoknak különböző játékokat, illetve hobbi állateledet.